Nos, jó napot kívánok és üdvözlök minden leendő és már lévő gyakornokot! Az én nevem Szirmai Gergely, videoblogger vagyok szerte e-netcseppén, és mindeközben felkért engem a Telekom, hogy adjak nektek pár tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyelj egy videóinterjú során. Mert egy ilyen videóinterjú javarészt úgy néz ki, mint az a munka, amit én itt végzek. Egy ember, egy kamera, egy cél, hogy átvidd az üzenetet. Ez alapján pedig azt hiszem, hogy hasznos tudok lenni számotokra, úgyhogy nézzük most végig, mikre érdemes figyelned. 1. Képviselet. Ha úgy néz ki a képed, mint ez itt igazából, akkor valamit nagyon rosszul csinálsz. Nekem felrobbantak a reflektoraim, ezért kicsit necces a világítás, de neked nem lehet ilyen kifogásod. Mindenképpen válasz a videóinterjúdnak egy olyan helyszínt, ami megfelelő fénymennyiséggel operál. Tudom, hogy ez így hangulatos, már-már szexi, de egy videóinterjú során a legfontosabb dolog a megfelelően bevilágított kép. 2. Hang. Ha úgy hangzol, mint nagymamád régi rádiója, senkit nem fog érdekelni, hogy mit akarsz mondani. Kell egy megfelelő mikrofon és megfelelő csönd. 3. Népviselet. Ja, köszi Greg, te meg a millió színes pólód akartok itt divat tanácsokat adni, mi? Abszolút. Az én stílusom, amit közvetítek a videóimban, az a közvetlenség. A műsorom és a hangulata is arra épül, hogy mi igazából haverok vagyunk, akik csak leülünk vitatkozni, vagy éppen beszélgetni egy utazásról, vagy egy filmről. Emiatt direkt mód nem vágom magamat öltönybe, mert az kicsit eltérne az alaphangulattól. Neked is ezt kell tenned, annak ellenére, hogy egy videóinterjú üzenete, hangulata egészen más. Fésül meg a hajat, vegyél fel egy megfelelően igényes inget, vagy pólót, inkább inget, nők esetében felsőt. A lényeg az, hogy azt a hangulatot sugároz, amit a leendő munkahelyed elvár. Fürdés, fogmosás, hajat belő, ruhát belő, munkát megkap. Igazából ilyen egyszerű. 4. Prezentáció. Na ez talán a legfontosabb, beszélni tudni kell. De nem olyan egyszerű. Rengeteg mindenre kell odafigyelned egy videóinterjú során, beszélhetnénk ezer évet a verbális eszközökről, a testbeszédről, a stb. Amire én most felhívnám a figyelmedet, az ezeknek az elemeknek az összefűzött alaptanulsága. Maradj ember! Ne egy törtető robot, ne egy igenlő, igen ember, igen, igen, mindenben igazatok van, igen, igen, igen. Maradj meg abban a stílusodban, amit majd a munkakörnyezetben is reprezentálni fogsz. Mert ez nem egy randi, ez egy interjú. Ha egyenes vagy, ha viccelsz, ha egy szimpatikus aurát közvetítesz, az nem egy gyengeség, hanem egy biztosíték, hogy a valós értékeidet láthatják vissza az interjúból. Sose felejtsd el, hogy a magabiztos közvetlenség a professzionalizmus zászlós hajója. Ja, és így ezek voltak az én tippjeim a videóinterjú elkészítése kapcsán. Remélem, hogy tudtam valami érdekeset mondani nektek, valamit tudtatok tanulni ebből a videóból, így vagy úgy. Én Szirmai Gergely voltam. Nagyon sok sikert a szakmai kalandjaitokhoz. Szevasztok!